Új épületbe költözött az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ. Ez adja a mai műsor apropóját. Jó napot kívánok! A felújítás részleteit azonban nem taglaljuk. Olyan emberekkel beszélgettünk, akik életük legnehezebb időszakában kerültek kapcsolatba az intézmény munkatársaival, és kaptak segítséget ahhoz, hogy erőt tudjanak meríteni, és ki tudjanak lábalni a saját krízis helyzetükből. Ne szégyeljenek semmit. Ő elveszett volna. Nem bízom az emberekben igazából ennyi. Ez az a hely, amit akkor keresnek fel a fehérvári járásban élők, amikor életük legnehezebb időszakát élik át. Emberi sorsok, drámák, tragédiák, krízisek. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ hivatalosan szociális alapszolgáltatást nyújt a környék lakóinak. De a klienseknek ezek a találkozások ennél sokkal többet jelentenek. Emberi kapcsolatot, reményt, kiutat, erőt és önbizalmat. A családsegítő kliensei azért vállalták a forgatást, mert be akarják bizonyítani, semmi sem lehetetlen. És azt szeretnék, sorstársaik merítsenek erőt a fejlődésükből. Mindhárom tragikus történet igaz, de mindannyiuknál vannak olyan momentumok, amelyekről nem akartak beszélni. Ezt az interjúk során természetesen tiszteletben tartottam. Petrilla Szabolcs 13 éves volt akkor, amikor állami gondoskodásba került. 18 éves koráig lakásotthonban, egy éve pedig már egyedül él. Amikor elköltözött a gyermekotthonból, akkor került kapcsolatba a székesfehérvári szakemberekkel. Amint kikerültem a lakásotthonból, az osztályfőnökömön keresztül, mert ő ilyen nagyon gyámoltja voltam, úgymond, és 18 évesen egy éve. Ez a második év. Az élethelyzetemből adódóan, hogy ez is könnyítse az életemet, úgymond, szóval, hogy vannak olyan dolgok, amikről így leveszik a terhet a vállamról, hogyha például étel kell, vagy ilyenek. Nagyon nem jó a kérdés, de fel kell, hogy tegyem. Mit gondolsz, hogy az, hogy állami gondoskodásban kellett, hogy felnőjél, az milyen hátrányokat okozott hát neked? Hát elkezdtem drogozni, meg ilyen. De jó, muszáj volt valamit drogoznom, ne haragudjam, muszáj volt. Például az, hogy hogyan tartsam el magamat. Hogy hogyan éljek a világban, hogyan kell egy számlát befizetni, meg mindenféle ilyen apróság. 18 évesen ő kikerül ebből a védett közegből, vagy védettebb közegből, és akkor kell neki mindenképpen egy támogatás, pont azért, hogy egy értelmes, okos gyerek, nagyon jó bizonyítvánnyal zárt, nagyon jó érettségizett, és hogy a főiskolai ösztöndíja meglegyen, és ugye a főiskolát folytassa is, és elkezdje, és benne maradjon az oktatásban. Nincsen meg ez a klasszikus anya-apa kép, a szociális kapcsolataimban vannak ilyen diffúziók, vagy hogy is mondjam szépen. Meg egy, hát eléggé nehéz tud lenni. Meg magányos, unalmas. Így, mert most főleg úgy, hogy most egyedül élek. Először ugye az osztályfőnök jelzésére indult a találkozásunk, akkor felvettem vele a kapcsolatot, rögtön nyitott volt a kapcsolatra, ez is egy nagyon nagy szerencse, hogy őnek egy ilyen egészen jó természete van, tehát hogy nem úgy kellett ráerőszakolnom magamat, és akkor ő tud nyitni felénk. Akkor hát ugye úgy van nekünk meghatározva törvényileg, hogy egy hónapban háromszor kell a klienseinkkel találkozni, és akkor valóban ezt így tartottuk is. Mindig jött az ügyeleti helyiségünkbe, akkor beszélgettünk, vagy a pszichológushoz, a Dórához járt. Aztán ahogy felvették, meg ahogy elintéződött az ösztöndíja, akkor egy kicsit úgy megnyugodott. Akkor megint jött ugye a téli időszak, amikor megint mélyrepülés, de szerencsére akkor ugye több adományt is tudtunk neki közvetíteni, akár laptopra gondolok, akár nyilván az élelmiszernál nagyon sokat számít, meg ugye egyetlen a támogató háta mögött lét. És akkor most már egy kicsit talán jobban van, de azért én most is legalább havi kétszer biztos, hogy
tartom vele a kapcsolatot. Nem bízom az emberekben igazából ennyi. A nővéremmel nagyon jó a kapcsolatom, vele napi szinten tartom a kapcsolatot. Édesanyámmal, édesapámmal is jó a kapcsolatom a helyzethez mérten. Imádom, szeretem őket. Találkoztunk is múltkor. Igazából minden jó, meg minden a helyén van az életemben, csak nekem egy kicsivel előbb kell azokat a dolgokat megtapasztalni, amit valakinek 25 évesen mondjuk. Én a Klárával nagyon szeretem tartani a kapcsolatot, meg tényleg bármi van, írhatok neki, bármilyen problémám, nem tudom, hóvége van, nincs mit tenni, akkor írok, hogy van-e valami ételadomány, vagy valami csomag, vagy ilyenek, és akkor mindig van valami. Szóval nagyon segítőkészek, meg tényleg bármi van, azt meg tudom osztani velük, és meg tudom beszélni. Olyan emberekkel kell megbeszélni, szóval, hogy nem mindenkinek elmondani a problémáidat, mert valószínűleg süket fülekre talál, hanem olyan embereknek, akiket megtalál a szabad. Jól tudja álcázni azt, hogy ha rosszul van, ez biztos, de jól van, jobban van sokkal, nagyon sokat köszönhet a pszichológusi segítségnek, és velem is ugye folyamatosan tartja a kapcsolatot, hogy milyen volt, hát meg ilyen zavarodott volt kicsit, tehát hogy nem találta a helyét a világban, nem tudta, hogy mi legyen a következő lépés, és hát kellett fogni a kezét, hogy ezeket a lépéseket egyedül is meg tudja tenni, bízzon magában, higgy el azt, hogy őnek is sikerülni fog. Én ugye ide jártam pszichológushoz is például, Pordórához, és imádom azt a nőt. Ő nem gondoltam volna, hát én alapból nagyon szkeptikusan álltam ehhez az egész pszichológushoz, de mondták, hogy jó az embernek, meg tényleg nagyon sok minden földgyülem lett bennem, és olyan dolgokat is elmondtam, amiket nem hittem volna, hogy valakinek is el fogok mondani, és egyszerűen nagyon sokat segít, és hogyha amúgy lehet egy tanácsom, vagy ilyenek, ugye mondják azt, hogy, vagy hát a magyar mentalitásban ez benne van, hogy aki pszichológushoz jár, az bolond, vagy ilyenek, pedig amúgy nem, mert a pszichológus ez olyan, mint hogy azért mész a henteshez, hogy húst vegyél. Ugyanez, hogyha egy kicsit besokaltál, vagy hogyha csak azt érzed, hogy valami nincs rendjén, akkor elmész a pszichológushoz. Ennyi. Baranyai Klára 3 gyermekével főállású anyaként dolgozott 2016-ig, amikor is elkezdett a Család és Gyermekjóléti Központban dolgozni. A főiskolát a Gyes mellett végezte el. Az Albabástya munkatársa azt mondja, ő mindig is erre a szolgálatra vágyott, segíteni akar. A személyiségünkkel dolgozunk, és nagyon sok sors megérint. Ezt természetesen nekünk ezt fel kell dolgozni. Ehhez ugye sporttal, olvasással, színházba járással, tehát valahogy mindenképpen fel kell ezeket dolgozni, ezeket a történeteket, de igen. Nagyon, nagyon sokan tudnak nagyon közel kerülni a szívünkhöz, szerintem. Ez segítheti a segítségnyújtást? Természetesen nem segíti, de hát hogy is mondjam, aki a szociális segítő szakmában dolgozik, az ugye azért dolgozik itt, meg azért találta ezt a hivatását, hogy segítő legyen. És a segítéssel hozzá, más emberhez hozzáállás, az, tehát ez egy plusz energia többlet, meg plusz érzelmi többlet már. Aki nagyon közel áll hozzám, ő egy idős bácsi, aki hát sajnos elhunyt tavaly nyáron, 92 éves volt, és hát egy évig gondoztam, egy évig jártam hozzá, megbeszéltük az egész életét. Hát ő egyedül kellett, hogy éljen a kis családi házában, mert a hozzá közel álló családtagok messzebb éltek, és a Covid az úgyis bejátszott, tehát nem tudta őket látogatni, vagy őt látogatni senki. És nagyon, tehát így feldolgoztuk tulajdonképpen az egész eddigi életét, meg az életútját, és ő ezt igényelte, tehát hogy ő szerette volna elmondani, kibeszélni magából ezeket a történeteket. Én megnyitott voltam rá,
És hát azt mondta májusban, május környékén, hogy hát képzeljem el, amikor egyszer így mentem hozzá, hogy már megbocsátott az álmában az édesapjának is az eddigi történeteket, az eddigi bántásokat, vagy bármit, mindent feldolgozott az életében, és hogy ez neki nagyon jó érzés, ezt kétszer-háromszor így megbeszélgettük, így, és aztán sajnos így júniusban el is hunyt. Tehát így megnyugodva tudott talán búcsúzni. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ nemrégiben költözött az Irányi Dániel utcába. A vadonatúj épületben minden szolgáltatás a korábbi 16 egység helyett egy helyen vehető igénybe. Az intézmény vezetője azt mondja, a központot úgy alakították ki, hogy minden tekintetben kiszolgálja az ideérkező klienseket. Itt az Irányi Dániel utca 4-es épületben, itt egy új helyszínen dolgoznak a kollégáink, és egy teljesen dinamikusan működő ügyfélszolgálatunk működik, tehát egyetlen egy ügyfélszolgálatra kell bejönnie, minden hozzánk fordulnak, és onnan pedig az ott dolgozó szociális munkás szakemberek dinamikusan igénylik, kérik a szakembereket is, akik segítsenek, illetve dinamikusan töltik fel ezt a részt, és ahol most vagyunk éppen azokat az irodákat, azokat a helyiségeket, ahol a szakmai munka zajlik. Miért érkező ügyfeleknek az életkori az teljesen szort, tehát itt azt gondolom, hogy nagyon univerzális a hozzánk fordulók ebből a tekintetből, nagyon univerzálisak, de azt gondolom, hogy a problématípusából is, tehát vannak olyan esetek, amikor idézőjelesen csak egy adományközvetítés, vagy egy anyagi nehézség miatt keresnek fel bennünket, de akár egy komolyabb, nehezebb konfliktus helyzet megoldása miatt egy mediáció, tehát egy alternatív vitarendezési ben segítünk, és egy speciális szolgáltatást delegálunk ki, de van pszichológiai tanácsadásunk is, illetve különböző hatósági gyermekvédelmi intézkedésekhez is nyújtunk szakmai támogatás, szakmai feladatokat végzünk. Lészegné Csörögi Zsanett egy három gyermekes anyuka, akit a volt férje rendszeresen bántalmazott. A verésből nem csak neki, a kicsiknek is kijutott. A gyerekeket annak idején a bíróság az apának ítélte. Ezt az ítéletet évek alatt ugyan, de sikerült megváltoztatni. Nem akartam azt, hogy apa nélkül nőjenek fel, de utólag úgy gondolom, hogy jobb lett volna. Szétmentünk a párommal utána rá egy-két évre, 2016-ba, és sajnos hozzá kerültek, és így sokáig. Sok időbe tellett az, hogy most elvegyem tőle, hogy nálam legyenek. Védelemben vannak a gyerekek, köteles együttműködni a mindkét szülő velünk, és én kb. 2,5 évvel ezelőtt örököltem meg az édesanyját egy kolléganőtől, aki elment az intézményből, és kezdtem el vele foglalkozni. Láttam, hogy hol tartunk, és próbáltam felvenni a fonalat. Láttam, hogy abban nagyon nagy segítsége van szüksége, hogy megerősítsem az anyai mi voltában, és próbáltam feléleszteni benne az anyai tigrist, mert láttam, hogy alszik ez a tigris. És ezért javasoltam neki, hogy pszichológushoz is kezdjen el járni. Az elején hárítottam. Nincsen a kultúránkban benne, hogy pszichológushoz járunk, mert csak a bolondok járnak. Ez egy nagyon nehéz fal, amit le kell bontani, hogy merjen segítséget kérni, merje azt vállalni, hogy ezen a területen neki van dolga, fejlődési lehetősége. Megtette, és azt gondolom, hogy ott sikerült egy nagy áttörést okoznom, amikor ő beleállt és elkezdett járni. Nagyon sok támaszt kaptam, mint család terén, mint ugye itt a családsegítőben. Nagyon sok mindenben tudtak nekem segíteni, mint ugye, ahogy pszichológushoz is jártam. Ott is nagyon-nagyon sok mindent kaptam, pozitívat, és ugye az azért mind így összegyűlt.
ha ők nem kezdeményeznek mondjuk lépéseket, hogy engem tudjanak abban támogatni, hogy igenis tudok előrébb menni, hogy megkapjam a gyerekeket, akkor szerintem sehol nem járnék. Volt-e olyan pillanat, amikor le akart mondani a gyerekekről? Nagyon sokszor. Miért? Mert már annyira elfáradtam. Inkább úgy mondanám, hogy ebbe a húzamúzába, hogy sok vita az nagyon sokszor, és abból sok minden előjött abban a vitában, amiben már annyira belefáradtam, hogy folyamatosan vitázni kellett, hogy inkább azt mondtam, hogy akkor inkább hagyjuk. De mindig volt egy olyan kis pillanat, hogy kaptam egy kis erőt, és változtattam, hogy nem szabad, menni kell előre. Rákapott, megtetszett neki, és az már jó. Rendszeresen, akkor már hetente igénybe vette a szolgáltatást, és akkor egyre gyakrabban kaptunk jelzést a gyerekekről az oktatási intézményektől. Ezeket meglovagoltuk, akkor megtettük mi is a rendőrségi feljelentést az apa ellen, és az még segítette az anyát, hogy most nem áll jól az apa szénája. Van esély, lehetőség arra, hogyha bead a bíróságra egy kérelmet a gyermek elhelyezésével kapcsolatban, gyermekek elhelyezése kapcsolatban, akkor ez tud változni. Bement a bíróságra a papír, és miután rendőrségi ügyek voltak a háttérben, a bíróság gyorsan kapcsolt. Tehát ilyen esetekben az eljárásrend elég gyors. És akkor már augusztusban nagyon boldog volt az anya, amikor megkapta a gyerekeket, és akkor fordult a kocka, mert az apa élvezte azt, hogy sakba tudja tartani az édesanyját a láthatásokkal, vagy ezek a kapcsolattartási dolgokkal, meg a tartásdíjjal. És örült az anya, hogy most fordult a kocka, most nála van a labda, és ő mondja meg, hogy mikor láthatja az apa, de az anya nem akart az apát bántani ezzel, tehát tisztában van vele, hogy a gyerekek ragaszkodnak az édesapjukhoz, van kötődés, de végre jobb körülmények közé kerültek a gyermekek, tehát azért az apánál a körülmények sem voltak olyanok, mint az anyánál. Ne szégyeljenek semmit, vállalják föl, menjenek oda, ahova tudnak segíteni, mint családsegítő, vagy rendőrség, hogyha olyan probléma van, mert igenis segítenek. Magamon tapasztaltam mindezt. Ugye én is idejöttem, akkor itt is nagyon sok segítséget kaptam, mint szintén ugye a rendőrségnél is. Úgyhogy nem kell szégyelni, hanem menni kell, és csinálni kell. Hogyha gyerekek vannak a háttérben, akkor meg pláne, mert egy gyereknek az anyja a mindene, szerintem. Az ő védelembevételi eljárásuk most felülvizsgálat alatt van, valószínűleg meg fogjuk szüntetni azáltal, hogy már most az anyánál vannak a gyerekek. Láthatóan a kapcsolattartások működnek, kisebb fennakadások mindig vannak, adódnak. Nyilván az édesapának az elején nem tetszett ez a helyzet, tehát hogy ő lázadt, ez ellen voltak megnyilatkozásai, de úgy látom, hogy van neki családsegítője, ővel folyamatosan konzultál, kezd lenyugodni, és kezdi elfogadni a kialakult helyzetet. Próbáltuk átkeretezni, hogy most több ideje van dolgozni. Bozsóki László egy autizmussal élő fiatalember, akit egész életében a szülei láttak el, sosem dolgozott. Miután elveszítette az édesanyját és az édesapját, nem csak a hiányukkal kellett megküzdenie, a mindennapi feladatok is nehézséget jelentettek számára. A szüleimet elvesztettem, nagyon szomorú voltam, és örökségből kezdtem el élni, és volt egy nagy családi tragédiám, és egy közös ismerősöm bemutatott a tisztelt családsegítőnek, és itt az a lényeg, hogy elkezdett segíteni, én meg nagyon hálás voltam neki, mert akkor már
hát a pénzem elkezdtem felírni a vagyonomat, és kellett a segítség. Ez egy nagy kihívás volt számomra, ezt el kell mondjam segítőként. Amikor találkozok egy esettel, és a mínuszról indulunk. Ő feladta nekem a leckét, a László, mert autista, és nagyon nehezen alkalmazkodik, ami jellemző a betegségre. Nagyon kevés embert fogad el. És az első feladatom az volt, hogy elfogadjon. Semmi ellátása nem volt Lászlónak, ott volt egy panel lakásban, ami volt tartalék, amit talált otthon pénzt, abból élt, meg amit eladogatott videólejátszótól elkezdve, nagyon találékony volt, kiment a piacra is, könyveket, mindent eladott. És ezekből élt. Egy darabig. Amikor én találkoztam vele, akkor már nem volt már lassan mit eladni a lakásból, meg nem nagyon volt pénze. A családsegítő felkereste a fiatalember pszichiáterét, akivel összefogtak László érdekében, és elindították a leszázalékolási folyamatot. Összefogtunk, és akkor adtak egy szakvéleményt az ő autizmusáról, és én el tudtam indulni a leszázalékolás irányába. Úgyhogy, de közben munkahelyi központtal felvettük a kapcsolatot, meg szociális TB-t igényeltünk neki, hogyha bármi betegsége van, akkor kapjon ellátást. Párhuzamosan ment az ő munkaerőpiaci dolga, meg a leszázalékolás. A rokkant járadék elintézése után az új székesfehérvári Fülkefe vállalatnál kapott rehabilitációs munkát. Itt dolgozik László jelenleg is, és az örökölt lakását is kisebbre cserélték. Bozsóki László mostanra alkalmassá vált arra, hogy egyedül vigye az életét, a kezét azonban továbbra sem engedték el. Velem most telefonon tartom a kapcsolatot. Elszoktam neki, hogy elmegyek kirándulni, sétálni, szóval időmben megolvasgatok. Párkányi András hosszú évek óta támogatja a krízisben lévő emberek életét. A családsegítő azt mondja, mindez önismeret nélkül nem menne neki, és az ilyen sikerek, mint László vagy Zsanett fejlődése viszik előre a hivatásában. Önismeretre. Hogy tudjam és ismerjem a saját érzelmeimet, ezeket tudjam irányítani és fókuszálni. Vagy néha háttérbe szorítani. Rá tudjak hangolódni a másikra érzelmileg. Hogy érezze, hogy vele vagyok. Hülye kérdés, de miért érdemes? Hihetetlen energiabefektetés. Hát itt vannak a visszacsatolások. Igen, ezért. Hogy ő jól van. Hogy nem veszett el. Ő elveszett volna. Az Alba bástya évente nagyjából 1500 családdal áll kapcsolatban. Az intézményvezető szerint munkatársai gyakran találkoznak nagyon nehéz emberi történetekkel, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket a szakemberek is fel tudják dolgozni. Így a kliensek valódi segítséget kaphatnak tőlük. 18-20 ezer közötti szakmai esemény az, ami pedig megtörténik, tehát ebből azonom látszik, hogy a családokkal általánosságban több szakember dolgozik nálunk, és több alkalommal. Ezek ezek a nagyon nehéz helyzetek mindenkit megviselnek, erre van nekünk minden héten esetmegbeszélő csoportunk, tehát minden héten mindegyik szakmai egységnek a keddi napon, délelőtt egyébként azért nincs ügyfélfogadásunk, mert akkor van egy olyan lehetőség, amikor a kollégákkal közösen le tudunk ülni, és azokat a nehéz helyzeteket, nehéz eseteket közösen át tudjuk beszélni, tudunk egyeztetni róla, amik esetleg problémát, nehézséget okoznak egy-egy kollégának, akár a kollégának, vagy nekem, bármelyikünknek, aki ezzel dolgozik, illetve van ezen kívül még egy lehetőségünk, hogyha ez nem lenne elég, egy szupervíziós szolgáltatást is igénybe tudunk venni, aminek pedig az a lényeg, hogy egy külső szakember, aki teljesen külső az intézményünktől független, ő egy nagyon jól képzett tanácsadási technikákban jártas, és ővel is ezeket az esetviteleket közösen át tudjuk beszélni, át tudjuk egyeztetni, segít azokban a szakmai elakadásoknak az oldásában, amik esetleg lehetnek. Talán lehet az az üzenet, hogy senki nincs egyedül. A krízisből való kilábalás ugyanaz egyén felelőssége, de ha megtanulunk segítséget kérni és elfogadni, mindenki megtalálhatja a kiutat.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt az Úton magazin, két hét múlva találkozunk újra, viszontlátásra!